Na szóval, srácok, én Herkő vagyok, és a mai napon elérkeztünk az első Rocket League videóhoz a csatornán. Ne tudjátok meg, hogy mennyire régóta várok erre, hogy végre Rocket League-et tudjak videózni. Na haló, még mielőtt bekezdünk ebbe a videóba, nagyon gyorsan el szeretném mondani nektek, hogy hamarosan lesz a csatornán egy setup tour videó, amiben meg fogom nektek mutatni a setupomat, úgyhogy ha azt esetleg várjátok, akkor azt nekem jelezzétek, kérlek szépen kommentben. Na folytatódjon az a videó. Hát meglátom, hogy fogok egyébként teljesíteni, mert hogy ma egyvégezni fogok, mint ahogy az a címből is olvas, címből is olvasható, nem tudok beszélni. Úgyhogy szerintem el is indítom az egyes meccskeresést, amit láthat egyébként 2v2-ben csempegy vagyok. Próbálok most visszajutni csemp2-be, de ma bizony nem az lesz a fő cél, hogy visszagrindoljak csemp2-be. 2v2-ben, hanem inkább egy kicsit grindolgassam az 1v1-et. Sam Goldfisher. Lássuk, mit tud a gyerek. Oké, érdekes egy kick-off. Meg kell hagyni. Srác nem támad meg. Nem tudom elvinni sem mellette a labdát. Elviszi a boostot. Elég erőteljesen boostapa, és hát az be is megy. Jó. Oké. Ez egyébként bemelegítő meccs természetesen, mert ma még nem nagyon játszottam 1v1-et. De egy eléggé szerencsésen pattanó labdában visszaállítjuk döntetlenre a meccset. Annyira majdnem kihagytam, az is biztos. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon elsőbe. Ez egy easy save. Szerintem megpróbál rámenni a boostomra, de nem, inkább offenzív maradt. Jaj, hát igen. Ilyen az, amikor az első meccsemet felveszem már, és nem melegítek be. Hát az ennyire nem is vagyok túl jó játékos 1v1-ben, inkább 2v2-zni szoktam. Ez egy easy save természetesen. És nem ér hátra a srác. Akkor simán be tudom így lőni. Nem tudom, hogy mennyire lesz jó helyen most a kamera ott, ahol van. Most igazából csak átmenetileg raktam oda. Majd írjátok le nekem mindenképpen kommentben, hogy szerintetek itt a jobb helyet bal alsó sarokban jó helyen van-e a kamera. Mert ebben egyelőre nem vagyok biztos. Aztán meg ki tudja. Igen, megpróbálja átemelni. Én pedig egy lapos lövésre meg is szerzem a vezetést. Három lövés, három gól. Igazából eddig tökéletes helyzet kihasználás. 10-en arról fölöttem van a srác, ez igazából szinte semmit nem jelent. Jajajaj, az nagyon csúnya volt, haver. Igen, még adatod érni. Ott lesz a terv. Felveszük a sarokboostot, nagyon jó. A srác pedig elég erőteljesen elhasználta a maradékát, ahogy nézem. Elhozzuk a sarokot, a sarokboostot. Megvolt a szép pedig, de le tudja rugni. Ja, eddig amúgy elég kiélezett meccs. Eddig eléggé kiélezett meccs. Nem jön rá a labdára. Azt pedig le tudtam volna szerintem még fölelni. Büntet a srác, sajnos. Folyamatosan ugyanez a kick-off taktikja. Azt megvan. Nincs boostja, ahogy nézem, igen. Nem fog tudni odaérni időben, így is van. És ebből is jöjjön ki jobban, és az be is megy egyből, mi? Nem? Mert pedig nyomogattam itt össze-vissza mindent. Hogy az annak bizony be kell mennie. Ez nagyon nagy miss. Azt nem is hibázzál. Látszik, hogy első meccsem ez most. Elég erőteljesen. Támadja meg egyből a labdát. Ez nagyon nem ment jó helyre itt.
simán rá tudott volna jönni. Ne, nagyon rosszul pattan a lockdown. Aha. Oda kell érni, nem tudok jobb. Engedjük el ezt a meccset. Menjünk a következőre inkább. Egyébként, hogy őszinte legyek, nem tudom miket csináltam az előbb ezen a meccsen. Tehát az a három gól is, amit így hirtelen bekaptam tőlem, azok nem tudom mik akartak egyébként lenni, fogalmam sincs. Tehát, hogy mindegy, nem magyarázkodok inkább, mert most már csak magyarázkodás, ez az... Mindegy. Koncentráljunk inkább erre a meccsre. Metro Friends, vagy mi a gyerek neve? Meteo Friends, hogy fogja tudni megoldani. Okosan, elég erősen dribbelezik a srác. Ezt nagyon rosszul gondoltat a verom. Ezt nagyon-nagyon rosszul gondoltat, hogy ki akartál bámpolni engem. Ezeket azért én már ismerem elég jól. Igen, megpróbál átfikkelni, nem jön ki össze. Ez egy nagyon gyenge touch volt. Hagyom is inkább neki a srácot. Vagy a labdát. Igen, megvan a save. Igen, eléggé defenzív játékstílust alkalmazok általában. De ott a harmadik. Eddig nem volt sok lehetőség a gyereknek, mind a kettőt ki is adta egyébként, de nem játszik amúgy rosszul. Kifejezetten nem játszik rosszul a srác. Az bemegy. Jaj, ez hülyeség volt. Jó, inkább ellopok két boostot is tőle. Biztosan tudjam, hogy neki nincsen boostja. Van valamennyi azért neki. Ezek a saját dribbelnek akart az lenni, vagy nem tudom. Igen, most viszont tudja hozni. Nagyon elrontotta. Nekem jó a recoverom. És vele rugatom be. Kíváncsi vagyok, hogy ez hány kilométer per órával mentem úgy be. 135-tel, az igen. Ennyi is volt, jó? Jó. Annyit voice-crackenek most, hogy ez hihetetlen. Vissza is hoztuk ezt a... 9 ézenben maradt, amit az előbb elvesztettem. Itt is van a kövi meccs, Mellow Twist. Nem fél, kicsit egy szar volt az előbb a pingem. Most normalizálódott. Hát ezt nem fog tudni bemenni, mert... Most egy 20-om nincs, de be tudtam rúgni. 12-re repültem oda. Repültem, ugrottam igazából. Számított arra, hogy mit akarok csinálni, és azt bizony nem hibázzam. Tényleg számít arra, hogy miket akarok csinálni. Ki is lök. Nekem nulla boostom marad, de így el tudok menni talán. Így is van. Viszonylag gyorsan játszik amúgy a srác. Egy féket azért belecsavarok, itt tök random. Azt nem feltétlen kellett volna annyira veszélyesre venni, de hát így jött össze. Az szép. Nem tudom elrúgni mellette, és ez hát nem hibázzál. Hát ez szomorú. Jaj, mit csinálok? És üres kaput hagyok neki. Hát viszont kihagyott. Oké. Nem sikerül elrúgni alatt a sajna. Igen, velem rugatja el a labdát. Próbál átemelni, vagy nem is tudom mi akart lenni. Erre nem megy most a beszéd. De az bizony benn van.
Az üzemben van, 3-2. Van esélyem. Na, mi lesz abból? El tudja vinni fölöttem. Na, odaér. Hát, hogyha eddig nem lett volna elég nagy a baj, hát akkor most már még nagyobb. Főleg, hogy jön a demóra, most már. És hamarabb fog odaérni. Na, gyászos, hogy megmondjam az őszintét, ez a teljesítményem. De szerintem a mai meccsünk, vagy mai videóra inkább ennyi. Én azt mondom, mert hogy nagyon nem ment most a játék. Majd később szerintem fogok többet is nyomni, de most előre is sikerült. Ha tetszett, akkor legnyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Járkor voltam, és találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!